Terrubi is japán első számú motorolaját a Zenaost használja. Na, elérkeztünk az utolsó építési fázisába a Yarisnak, legalábbis ebben a pillanatban még így gondoljuk, aztán ki tudja, hogy majd mi lesz. De ezzel a körrel szerintem már nagyjából így a rövid távú célok bezárultak. Megérkeztek a cuccok, amit már ezer éve mondogatok, AirTech cooler, AirTech olajhűtő, lett egy toronymerevítőnk, szintén az AirTech-től egy hátsó motortartóbak, kettő légbeömlő, ez a cooler körüli teljes csövezés, amit még kicserélünk, mert Jugo azt látta program közben, hogy ott még van egy kicsi probléma az áramlással, illetve a turbó előtti szakaszon is, mert ugye van nekünk bent egy Forge karbon légszűrőházunk, meg a csőnek az eleje az szintén Forge, viszont onnantól gyári, és a gyári cső az túl szűk most már ehhez a setuphoz, úgyhogy még arra várunk, az nem érkezett meg, az a részshoptól jön, és pont ma írtak, hogy kb. Egy-két hét még mire megérkezik, úgyhogy most betesszük ezt, amink van, és utána az már egy ilyen nagyon apró művelet lesz, mert ezt innen föntről el lehet érni, és be lehet tenni a helyére. Úgyhogy ma ezek fognak bekerülni, ez egy ilyen klasszikus szerelős videó lesz, még a Yarisnak a legelején csináltunk ilyeneket, amikor kipufogót raktuk fel, meg egy-két dolgot. És akkor jött még nekünk, szintén a RaceShop-tól egy Tein futómű. Ez egy Mono Racing set, ez szerintem így a top kategóriája ennek a gyártmánynak. Kíváncsi vagyok, milyen lesz. Ennél biztos jobb, mert ez a gyári futómű, ez elég kevés. Főleg most, ahova érkeztünk a Yarisszal, ahhoz már ez semmire sem jó. Úgyhogy szerintem majd szépen miközben haladunk, kibontogatunk mindent, most így egyenként nem. Kezdjük a futóművel, aztán pedig lebontjuk a kocsi elejét, és bekerülnek a coolerek. De most már te kihúztad. Hát ez tényleg könnyen lejött. Na, leugrott a lökös. Lejön az egész. Gyűjtjük az alkatrészeket. A burkolat, mert egyrészt ebbe kell belevágni a légterelőt, másrészt a cooler csövekhez hozzá. De ehhez van valami sablon, vagy be van jelölve gyárilag? Vagy ez majd kiderül, hogy az AirTech mennyire volt precíz. Még ezt is le kéne szedni, hogy a coolerhez hozzáférjünk. Aztán arra leszek kíváncsi, hogy itt... Nézd, milyen vékony ez a cooler cső. Akkor azért kell ezt kicserélni. Hát... Basszus, ez játékos lesz neked. Szeretem az ilyen nagy állapításokat. Szerintem én lassan megyek. Hát... Viszont a billenésgátló kicserélés az egyáltalán nem lesz. Igen. Macera. Az nem. Te jó volt! Elmegyünk egy gyors reklámra, és megnézzünk egy kárvertikál jelentést egy Subaru BRZ-ről, ami szokásos módon sérült volt, de úgy néz ki, hogy még tekerték is. Úgyhogy rögtön látjuk a képeket, hogy a segge kapott valami komolyabbat, szemből semmi. Úgy látom, hogy a légzsákok sem nyíltak, úgyhogy annyira nem nagy a baj. Na nézzük meg a kilométer számlálót. 107 ezerről visszatekerték 66 ezerre, 2016 harmadik hó és 11. hó közt. Hát az majdnem egy felezés, aztán visszakúszott ez 132-re, ez egy 2022-es adat. A sérülés pedig úgy néz ki, hogy dátum szerint az Egyesült Államokban volt egy 2016 első hóban, 6 és 8 millió forint között, aztán 4 hónapra rá Litvániában, gondolom csak felbecsülték, mert hogy törött állapotban vihették oda át az Egyesült Államokból, és gondolom, hogy ha már ott volt, igen, akkor vissza is tekerték 107-ről 66-ra, és így folytatta életét a kocsi, de nézzük rá az idővonalára. Egyesült Államok, igen, ott tört össze, és onnan Litvánia, onnan Szlovákia, és onnan Magyarország. Tökéletes utat járt be a kocsi, és legutoljára 22.5. hóban kínálták eladásra. Nézzük meg, hogy helyrehozva milyen képek vannak. Itt van 19.4. hóban. Itt már a seggének sincs baja.
Ja. Hogyha szeretnétek lekérdezni autótokat, akkor az Oliver Amon kuponkóddal 20% kedvezményt kaptok. Mi gondolkodsz? Várlak téged, hogy gyere videózni, ha már itt vagy. Betetted a hegyét? Aha, itt van, ez már a helyén van. És először nem értettem, de aztán elolvastam a használatutasítást, és sokat segített rajta. Mégse kell annyira megbontani, tök jó, és ráilleszkedik, és azt nem tudom, hogy ezt hogy fogom lehúzni, mert 16 Nm nyomatékra kell lehúzni, de hát ide a nyomatékkulcs az még vezeték nélkül se fér be. Azért ez beszédes. És ugye itt van ez a két lépcsőség, hogy ahol van hely, ott még kibővül. Hát de a két lépcső nélkül is nagyobb lenne. Hát mindenhogy, igen. 154%-kal nagyobb, azt írták, mint a gyári. És négyszerre bontsam ki, az lesz az én feladatom? Igen. Nem vállalom. Azt nem vagy a legjobb. Na ezzel volt foglalkozó. Air tetsző, motorsport. Hát ez fegyvernek is lehetne használni éppenséggel. Megszúrlak vele. Örülök, hogy megint szépen gyűjted a szemeteket. Hát figyelj, ez másra is jó. Pont így ezzel a két kiosztással. Na, és akkor lejön ez, a merevítő, vagy ja, keresztartó. Értem. Érted? De most dolgoztam föl. Ide jön hát a négy csavarra, fordítva szerintem, úgyhogy látszik a ertek, én azt gondolom. Kifele, gondolod. Szerintem. Á, biztos mert is, mert így illeszkedik. Igen. Azt a mindenit neki. Ez teljesen megszűnik itt. És e fölé jön majd az olajhűtő is. A dudát pedig át kell pozícionálni. Van hozzá relocate kit. Nem? Relocate kit, hát egy csavar van hozzá konkrétan. Magyarul van. Jó. És azt hiszem, hogy ide a víztartály alá. Szerelőspok. Itt el kellett takarítani mindenféle légterelőt. Itt van a helyén a konzol. Gyermekjáték. Gyakorlatilag a cooler a helyén van, brutálisan agresszív. Szép nagy. És ők adnak hozzá egyébként olyan cooler csövet, ami itt látszik, az, hogy visszaszűkül a cooler átmérőjéből erre a gyári átmérőre, ami sokkal-sokkal kisebb. Ezen még jobban lehet látni, hogy miért szűkül. Úgyhogy igazából ezzel összeraknánk, és akkor már kész is lenne. A cooler a gyári cooler csövekkel, de ez az, amit mi nem fogunk csinálni, hanem rendeltünk hozzá nagy átmérőjű cooler csöveket, ami ugyanezt az átmérőt viszi tovább, és azzal át kell az egészet csövezni. Ami jó buli lesz. Ami jó buli lesz, igen, mert itt van a pillangó fönt, és innen indulunk egy 90 fokkal, és itt látjátok nagyjából, hogy az ott a coolercső, az, és ezt az egészet ki kell itt cserélni. Megvan hozzá a 90 fokos könyök, és akkor a hátsó rész, ami a turbóra megy, az lesz hosszabb. Úgyhogy ez biztos, hogy holnapra hagyjuk, mert most már lassan ránk esteredik, de még mondjuk ránézzünk az olajhűtőre, ami ide fog jönni. Azt nem tudom, hogy mondtam, hogy ezek a Stage 3-as cuccok, Stage 3-as cooler és Stage 3 olajhűtő, és az AirTech az csinált mindenhez egy egész jó kis installáló doksit, úgyhogy ez most itt az olajhűtő. Itt felsorolja, hogy mi kéne, hogy benne legyen, és utána képekkel, nyilakkal és leírással az egészet végvezeti, úgyhogy elvileg nem lehet hibázni. Ez egy elég hasznos dolog, hogy nem YouTube-ról kell nézelődni, vagy pedig mindent magadnak kell itt kitalálni, hogy pontosan hogy van, mert azért ebben el lehet veszni. Elég sok a lehetőség. A dudát, azt ide tették. Nézd csak erre a csavarra. Oda közé. Aha. Köszönöm a relocate tanácsodást. Jöhet az olajhűtő unboxing. Csövek, fittinggel. Aerotech fittinggel, az meg van határozva, hogy melyik cső melyik irányba megy, az adapter az olajszűrőházhoz, még adapter, ezek csavarok, ott is van valami,
Hoppá, fittingek. Fitting. Azok a lemezek, amit fölé, föl kell építeni rá. Ez így fölülre megy. Cucc. És igényes, azt hiszem, hogy rá kell csavarozni a coolerre, de majd meglátjuk útközben. Azért egy olajhűtőhöz képest meglehetősen masszív, ezt meg brutális. Kell venni. Azt mondták, hogy fél literrel kell többet tölteni a kocsiba. Mindenféle tömítést adtak hozzá, ezek is méretre voltak vágva. Terelőlemezekkel kivágva az olajcsatlakozónál. Úgyhogy ez is szépen összeállt, és most megy a helyre. Mindjárt kész van az Airtec Oil Cooler installációja. Helyén vannak a hűtők. Nem tudom, feltűnt-e valakinek a változás, de picit nagyobb lett a felület így az autó elején. Iszonyat agresszív. Kíváncsi vagyok, hogy majd visszaöltöztetve hogy fog kinézni, de ez itt sokkoló. Igen. Tulajdonképpen nem látni hűtőfelületet a cooleren meg az olajhűtőn kívül, és előtte azért volt még szabad felület a vízhűtőn meg a klímahűtőn. Igen. Végül is egész jól passzolt minden a helyére. Egyedül itt voltak gondok. Itt annyira passzentosra van gyártva, látjátok az illesztést, hogy itt egy kicsit kellett bővíteni ezen a furaton, hogy beférjen, de ezt leszámítva minden tökéletesen becuppant idáig a helyére. Nagyon jól néz ki ezzel a terelővel, tényleg és igen, és az egész megmunkálás elég igényes. Hát ez meg a full. Na, bontódik szépen a motor. Ha valakinek kell belőle alkatrész, akkor eladó Facebook oldalunkon megtaláljátok. Igen, igazából szomorú a helyzet, de az Airtec segítségünkre van, és minden szépen lépésről lépésre mutat. Sokkal jobban szét kell szedni, mint gondoltuk, lejön a szívósor is. Sokkal jobban szét kell szedni, mint ahogy szeretnénk. Igen, mert hogy... A négy csavarból kettő, ez egyáltalán nem lehet hozzáférni, hogyha a helyén van a szívósor, és ez nem tesz boldoggá engem. És ugye tök jó az instrukció, amit az Airtec biztosít a termékhez, viszont a összeszerelésre azt mondta Oliver, hogy annyi, hogy csináld meg ugyanezt visszafelé. Tényleg ennyi. És hogy lehúzási nyomaték, meg semmi ilyesmi nincsen, pedig az viszonylag fontos része, mert így akkor külön kell, mert nyilván egy szívósort nem fogsz csak érzéssel lehúzni. Szóval azért ez egy negatívum. Eddig az első, amivel találkoztam, de ez negatívum. Na, szóval lejön a szívósor, mert hozzá kell férni a pillangóhoz, és igazából az az utolsó fázis szerintem, vagyis így gondolom, mert utána már csak rárakszik, össze kell rakni. Rárakjuk az új csövet, és el kell indulni visszafelé. Itt az első résszel, aztán majd a hátsó rész egy következő kérdés. Még arról ne beszéljünk, légy szíves. Igen, még azért hosszú itt a lista. Na, és akkor most jön le gyakorlatilag az a kanyarcső, ami egyenesen a pillangóba megy. Hát nem, mert 90 fokos, szóval nem egyenesen megy bele. Szenzort nyilván nincs értelme cserélni, ezért a gyárit áttesszük, de szépen ki van alakítva itt is a helye, csak bepattan, és már bent is van, hogyha betettük. És ugyanígy a tömítés. Így van. Hát mert átmenő csavaros, és a folytószelep lejön, hogyha lecsavarod ezt a csövet, és mindkét felén ilyen tömítés van a folytószelepháznak. Maximum rosszul rakom össze, de hát ez nem baj, nem? Ez még vissza is rossz volt. Ezt az egész procedúrát azért kellett csinálni csak, hogy ehhez a könyökhöz hozzáférjünk, és azt oda be lehessen tenni. Úgyhogy ahogy ez a helyére került, most minden megy vissza gyakorlatilag az eredeti állapotba, és innentől már elméletileg nem lesz ilyen drasztikus motorbontás. Sem motorkiszedés. Az instrukció azt írja, hogy akkor most csináld meg visszafele ugyanezt, tehát építsd vissza. Innentől már hozzáférünk ahhoz a könyökhöz lentről, úgyhogy arra rápattam majd az új szilikoncső, és gyakorlatilag egy 90 fokkal. Az a része amúgy egyszerű. Meg is érkezünk ide a coolerhez. És ez most megtörténik, és aztán megnézzük, hogy a meleg oldal hogy néz ki. Szerinted?
Én a hideg oldalt jobban szeretem. De amúgy jól áll neked ez a fekete cooler. Köszi. Minden a helyén, visszafele meglepően gyorsan ment, és azt beszéltük Danival, hogy amennyire ijesztően néz ki ez a motor, egyébként annyira egyszerűen szerelhető. Most nyilván először bontottuk ezt ennyire meg, és nagyon-nagyon csúnyán néz ki, de aztán összességében nem vészes. Továbbra is jól szerelhető, főleg, nyilván hogyha, egy új autó. Főleg, hogyha tudod, hogy mihez kell nyúlni, és ez a kis AirTag segédlet, ez nagyon komoly. Előkészítettem a bilincseket, ide fölhelyeztem provizórikusan. És amúgy ez a része már tök egyszerű, az egésznek, mert csak be kell fejezni és kész. Elcsúszik itt a csavart, valahova eltettem, az előbb megvolt. Várjatok! Ugye egy dolgot nem tudunk így ezzel a gyári turbóval kikerülni, hogy a végén összeszűkülünk egy ilyen picsire, szóval itt kénytelenek vagyunk a gyári mérethez igazodni. Kiderült, hogy tök kevés bontással hozzá lehet férni, így ez egy 5 percen belül készlevő projekt. Ez szép magyarsággal sikerült megmondanom. Mindjárt készen lévő lesz. Készen lesz léve. Hát így vagyunk. Tök jó amúgy, hogy így ennyire látni a turbót, itt oldalt. Igen, itt nagyon kidudorodik. Na hát itt ugye két gyári pontra fölment ez a fémrész, alucső, és itt pedig egyetlen kanyarra fölment a turbóhoz. És így kész a cooler, az teljesen össze van kötve. Most pedig befejezzük az olajhűtőt. Itt van az olajszűrő, úgyhogy ide jön be a kis adapter. Aztán amink maradt, az a diffi hűtés. Ez két csavar, ez megy még ugye előre. Egy toronymerevítő és a váltótartó. Egész jól állunk. Elkészült a rendszer, úgyhogy még nem rakjuk össze az alját, mert egyrészt van még mit csinálni, és előtte pedig be fogjuk indítani és járatjuk, hogy nincs semmiféle olajfolyásunk. Illetve töltünk rá olajat, az fontos. Illetve egy fél liter olajat még igényel pluszba, igen, mert egy fél litert fölvesz ez a hűtő. Meg lejött belőle mondjuk egy deci, szóval akkor azt is vissza kell pótolni. Áll, és ennek nem folyt ki sok olaja, hogy letekertük az olajszűrőt. Bízom benne, hogy ez a továbbiakban is így marad. Na, és akkor most ezt a bakot cseréljük. Ezt fogjuk kicserélni. Egy sokkal szebb motorsportos darabra. Azért itt lesz különbség. Hát, ez remélem nagyon, is. Ez nagyon gumis. Ez a cél. Jó, gyors voltál megint. Végre ez nem hátrány. Ez gyönyörűen becuppant, szerintem nem volt több 10 percnél ez a csere. Még annyi se. Roland úgy, egy kicsit feltartott közben, de amúgy egyszerűen jöhet az alsó burkolat kivágása. Itt kell nagyjából kivágni ezt a részt. Nagyon fontos, hogy snitzerrel soha ne magatok irányába vágjatok. Na, ez mindjárt kész. Egy-két, vagy mit tudom én, három csavar az a gyári csavarhelyre megy, mármint vagy egy gyári lyukba. Még itt az elsőket át kell fúrni, meg egy-két plusz helyen át kell fúrni. Aztán ennyi. Ez fölvezet a váltóhoz levegőt, ez pedig az osztóműhöz. És alulról pedig így néz ki. Ez is egy tök igényes cucc. Csodálatos. Tudod, mibe passzolna ez nagyon? Hát nem ebbe. Az E60-ba. Fú. Bekerült a hátsó diffi hűtés is. Ez is egy nagyon egyszerű kis elem. Innen fogja a levegőt, és felirányítja ide, pontosan a lamellákra. Így. Köszi, főnök. De szép. Az évek és a rutin.
Tök szimpatikus egyébként, hogy az olajbeöntő sapkára rá van írva, hogy milyen viszkozitású és specifikációjú olaj kell bele. Ilyen. Szerintem csukolna a kipufogó szelep. Most már nincs. Négy bár, akkor 3,5. Mindjárt haladunk tovább a Yaris-szal, de megállunk egy pici reklámra, és beszélünk egy kicsit a mai videónk támogatójáról, a Vavadáról. Ez egy online játékfelület, igazából egy webes felület konkrétan, ahol mindenféle játék közül lehet választani. Például itt van ez a Gates of Persia, és hogyha véletlenül nyertek, akkor a nyereményt azt le tudjátok hívni konkrétan a bankszámlátokra. Most, hogyha használjátok a linket a leírásban, akkor kaptok 100% bónusz jóváírást, maximum 1000 dollárig, illetve 100 ingyenes pörgetést. Vagy pedig 50 darab ingyen pörgetést az Oliver promóciós kóddal a Gates of Olympuson. Nagyon fontos, hogyha játszotok itt, akkor azt tegyétek felelősséggel, mert nem csak nyerni lehet, hanem nagyon sokat bukni is. Úgyhogy óvatosan. Most pedig menjünk vissza a Yarishoz. Na most már másnap reggel van, az összeszerelést egy kicsit átugrottuk, mert eléggé beszűkült az időtartományunk. Estére elkészült a Yaris, Roland még beállította a futóművet, visszaraktuk végül is a gyári felnit a gyári gumival, mert nem volt már idő elvinni gumishoz az ózékat, úgyhogy ezzel fogunk ma pályázni. De minden más jó, nem folyik az olaj, nincs hibaüzenet, úgyhogy sikerült normálisan összerakni a kocsit. Közben még Dani és Roland éjszakában nyúlóan csinálták a Porsét, ugye ez a mai napnak a főszáma. Fékcsere volt a projekt, de adottak problémák, elől gyakorlatilag minden fékcső szétesett. Hátsó tárcsák már újak, Rottinger tárcsákat kapott. Előre viszont sajnos nem érkezett meg, úgyhogy az első szett az gyári, viszont a fékcsövek ki lettek cserélve. Mit tudsz mondani a tegnapi napodról? Nem feltétlenül szeretnék bármit is mondani. Jó, köszönjük. Kb. 1:30-kor fejezték be egyébként. És utána 6-kor, reggel 6-kor már folytatás volt. Szeretnél beszámolni? Nagyon jó volt. Igazából sok vétű volt a probléma. Kezdésnek az volt, hogy köszönöm a szót. Ugye meg volt repedve a fékcső, ezért indultunk neki a cserélésnek, mindenképpen pályanap előtt meg akartuk csinálni. És egy alumínium ilyen elosztó tömbbe megy bele az acélcsavar, és teljesen bele volt rohadva. Kezdésnek ez volt, akkor próbáltunk fékcsövet peremezni, mert van ilyen kis kézi peremezünk, de azzal nem sikerült. Egy ilyen 16 próbálkozás után feladtam, és akkor Ati barátom ilyen helyen dolgozik, ahol fékcsöveket is gyártanak többek között, és aztán 10:30-kor hívtam föl, hogy kellene egy kis segítség, mert elakadtunk a projekttel. Csinált fékcsövet, szépen lehajtogatta a méretre, minden nagyon frankó volt. Tekertük bele ebbe az alumínium eloszlóba, és a menet az úgy megszűnt létezni. És akkor kiváltottuk ezt, igazából át kellett fúrni a kerékeretívet, ezt a kis átvezető alumínium szart megszüntettük, és így sikerült megoldani a problémát, aztán még egy bő fél órát szenvedtünk a légtelenítéssel, és azóta pedig nagyon jól működik a fék. Köszönjük, Dániel! Vissza a stúdióba. Visszaadom a szót. Akkor a mai vendégeknek nem kell félniük? Nem. Maximum a vezetési stílusattal. Ja. Egyébként összesen 100 ember jön ma ki, vagyis hogy annál egy kicsit kevesebb, mert egy páran visszajeleztek, hogy nem tudnak ma jönni, és át szeretnék tenni az időpontjukat, de egyébként 50 embert sorsoltunk ki mi, és 50 embert sorsolt ki a HDT egy saját sorsolás keretein belül. Úgyhogy lesz dolga a Porsénak.
Mehetek? De figyelj már! Ne, igen, már az előbb is mehetünk volna. De nem figyel. A pályabírók nem figyelnek! Jó, majd lejövök. Nem. Lejött valaki. Ketten jöttek már le. Még nem azért van nekik, hogy mondják, hogy mikor mehetünk. Nagyon kíváncsi vagyok rá, basszus. Nem tudom, hogy a videót hol fejeztük be, vagy hol nem, de kicsit sűrű volt most az az időszak, így tegnap délutántól idáig. Daniék hajnali kettőig csinálták a Porsét. A lényeg az, hogy elkészült a Yaris is, meg a Porsche is, és kijöttünk az SSGT-re, amit ugye Ákos szervez. Itt taxisztattuk a nyerteseket. És azért sietünk ennyire a Yaris-szal, mert ki akartuk ma próbálni, hogy milyen a futómű, és hogy például milyen az olajhűtő, mert már itt Kakucson is simán elmelegítettük az olajat, ugye a gyári állapotban, mert hogy gyárilag nincs benne olajhűtő. Most viszont akkora olajhűtő van benne, mint idáig a cooler volt. Bármilyen autó megirigyelni ezt. Úgyhogy egy kicsit megmelegítjük, aztán... Most hogy állunk? Hát 75 fokos az olaj. És most ugye a gyári gumikon vagyunk. Igen, igen, a Pilosport 4-essel. De azért a futóművel. Más lett a kocsi, nem? Igen, így már egy idő alatt is. Ezt a féktávat újra kell értelmezni a Porsche után. Ugye most délután 2 van, és én 10 óta ki se szálltam a Porsche-ból. Úgyhogy most egy picit át kell értelmeznem, hogy ez a kocsi hogy mozog, meg hogy fékez, mert a Porsche nem fékez. Ez csak lassít. Vette a rázókövet, nem? Igen. Nem ugrott meg rajta egyáltalán. Hát hogy megy ki a kanyarból? Hát a célegyenes ráfordítóba elment a segge. Jelenleg még közöm nincs ahhoz, hogy a határon legyek a kocsival. Olaj 103. Váltó 72, még ezt meg kell szokni. Beszívott levegő 30. 33. Én is elfáradtam, pedig nem én vezetek. De jó a kocsi, nem? Nagyon. Ilyen jó még sose, hogy nyilván, mert most állunk vele úgy, de hogy basszus, ez most már mozog, lehet irányítani, ki tud gyorsítani, nem egy ilyen ortoló fos az egész, mint volt. Ez rendesen. Mondjuk egy keréknyomást majd nézhetnénk, ha lemegyünk is. Az elején a első hegyes körbe az a power slide, itt a célegyenes ráfordító, hogy az utolsó kanyarba ez... Bemelegedett a gumi, vagy nem tudom, de azután már nem akarta. Aha. De itt az elég szép volt. Az jól kiadta, igen. És olyan egészséges, nem egy ilyen erőltetett ráncigálás volt, hanem egy... Szóval nem volt rákuklongolás, meg semmi. Azt hittem pedig egyébként, hogy... Hanem csak egy izé... Egy egyenletes kigyorsításnál. Szép. És ahogy megjött a nyomaték, úgy elvitte a segét. És ugye ennél lehetne még agresszívabb hatás. És ez mennyire, igen, és ez mennyire, azt rendesen vedd már azt. Itt egy gumi a pályán. Ezt a mini, aki kielőzött? Megküldte. A
Annak lehet nyoma. Valószínűleg. Elviszel? Persze. Menj. Betom. Neked nem kell fizetni érte. Nem veszel a kesztyűt? Hogy így akarsz menni? Hát, nem adtad ide a kesztyűdet, nem tudok mit kezdeni. Odaadjam? Hát én kértem, de azt mondtam, nem tudtam, azt hittem, hogy valami hülyeséget beszélsz. De akarsz írni el ide? Dehogy is. Egy tízesért levágott valamelyik kanyart? Nem. De itt csúsztam ki majdnem. Jó, könnyű az autó, ezt érezni rajta. Na, végeztük ezzel a nappal, baromi jó kis pályanap volt itt az SSGT-i napom. Tök jó volt ismét találkozni veletek. Örülünk minden nyertesnek, aki eljött, és reméljük, hogy élveztétek a Porsche és taxizást. A Yaris az szinte elérkezett az építés végére. Most már csak egyetlen egy alkatrészt várunk, a légszűrő ház és a turbó közötti csövet. Úgyhogy ha az megérkezik, akkor azt beszereljük és elviszük padolni. És még egy kicsit ugye Jugó meg fogja programozni, és az lesz a legvége szerintem egy jó időre a projektnek. A futómű nagyon bejött, nagyon szépen veszi a rázóköveket, és teljesen jól használható egyébként így utcán is, és fölmegyek pályára, nem is kell állítani rajta semmit, és úgy, ahogy van, jó. Úgyhogy ettől egy kicsit tartottam, hogy mennyire lesz sokoldalú ez a futómű, de abszolút bejött. Úgyhogy ez is egy pozitívum, ez nagyon-nagyon kellett már a Yarisnak, ez a futómű upgrade, mert az tényleg gyenge pontja volt. Hogyha a következő videóban ugye megmértük a Yarist, és ki tudjuk jelenteni, hogy nincs további teendő a kocsival egy jó ideig, akkor azután meg fogjuk csinálni a mennyibe van videót a Yarisról is. Addig is, ha gondoljátok, írjátok meg kommentben, hogy mi a tippetek, mennyibe van ez a kocsi. Egy kicsit fájdalmas lesz szerintem, de ez van. Úgyhogy köszi, hogy itt voltatok. Nem sokára sorsoljuk majd a C600 kulcstartót is. Addig is sziasztok!